Sziasztok! A Vadon című filmről szeretnék pár szót szólni. A filmet a Mielőtt meghaltam című film rendezője készítette, ugye az a film, ami miatt Matthew McConaughey és Jared Leto Oscart kapott, szóval ebből kiindulva szerintem lehetett számítani, hogy egy emberközpontú, érzelmes, akár felkavaró dráma lesz a Vadon is. Hát a filmet éren nem is lepett meg túlzottan, nagyjából ezt kaptuk. A film megtörtént események alapján készült, konkrétan Sheryl Streit memoárja alapján, az írónőt pedig jelen esetünkben a nyughatatlanért Oscar-díjjal jutalmazott Dr. Sussi játsza, vagyis Reese Witherspoon, akit ezért a szerepét szintén Oscarra jelöltek. Sheryl egy több hónapos vadvidéki túrára indul, hogy múltját és az addig életét hátrahagyja, és kicsit megismerjön magát, mondjuk úgy, megtisztuljon ezen az úton. Egyfajta El Camino. Persze a túra alatt flashbackekből megtudhatjuk, hogy mi elől menekül, egészen kislánykorától, házasságen keresztül élettől szomlásáig mindent megkapunk folyamatosan darabonként, így kirajzolva azt az életet, ami elől végül is menekül ez a nő. Én most így, hogy mik ezek, nem szeretném elmondani, mert pont ez az érdekes a filmben, hogy ezeket az információkat így folyamatosan napránként csepegtetve megkapjuk, így ezeket nem spoilerezném el. Nekem nagyon tetszett ez a fajta formanyelvi megoldás, hogy úgy kapjuk meg flashbackekben a múlt eseményeit, hogy az folyamatosan reflektál Sheryl belső gondolataira, érzelmi világára, és ez az ügyes formanyelvi húzás a rendezői koncepció mellett nagyban köszönhető a vágásnak, ami már a Mielőtt meghaltamban is nagyon-nagyon jól működött, ezt a rendező ügyesen áthozta ide a Vadon című filmre. Vágás szempontjából szerintem egy nagy-nagy piros pont a filmnek. Lehet, hogy a film elején vagy egy jó darabig nem is értünk ezt azt, vagy nem tudjuk hova tenni a dolgokat, vagy egy-két dolgot, viszont a végére minden össze fog állni egy nagy egész, és mindenre választ kapunk. Na de nem csak ide jár a dicséret a rendezőnek és a vágásnak, hanem a szereplőknek is, konkrétan Reese Witherspoon szerintem remekül hozza a karakterét. Cuki lénye remekül kontrasztba áll az életét elcsesző nő karakterével, hitelesen hozza a megtört nőt, arcán látszik az élet súlya, amely lehet, hogy még tonnányi hátizsákjánál is nehezebb. Viszi a hátán a filmet, és kell is, hisz a történet nagy részében ugye ő van a vásznon, de működik teljesen jól. Rajta kívül még a szintén Oscarra jelölt Laura Dernt emelném ki, bár őszintén szerintem ő nem kap elegendő teret a nagy alakításhoz, de amennyit igen, azt hitelesen és emlékezetesen csinálja. Azonban szerintem egy-két mellék karakter nem sikerült olyan jól kidolgozottra. A férj és a Sheryl testvérét játszó fiú nem volt elég mély, nem volt elég súlyos, nem volt elég kidolgozott, jelenetei is néha hiteltelenek voltak mindkettőjüknek, úgyhogy szerintem itt vannak hibák, de ez nem akkora probléma, a film 80%-ában úgyis Witherspoon kálváriáját láthatjuk. Az apróbb mellékszerepek meg amúgy szórakoztatóak és üdék, például a csöveseket fotózó csávó az kifejezetten tetszett. Ami még nekem picit fura volt így elsőre és hiányzott, az talán egy szóbeszédesebb narráció. Persze van, mikor halljuk a főszereplő gondolatait, sőt filozofálgat is a film, ráadásul olykor egész mélyen, mondjuk a nagy többségben inkább általános frázisokat köpközve, ilyen Coelho idézett féléket hallunk, de valahogy lehetett volna több is a mélyen szántó gondolat a filmben, én elbírtam volna több mondandót néha. Például amikor épp 5 percig csak azt nézem, hogy sétál a főszereplő, akkor például szerintem belefért volna, mondjuk tény gyönyörű tájakon halad, és a fényképezés is szemed gyönyörködtető, szóval unatkozni nem unatkoztam ezeken a részeken sem, mert ha már itt tartunk, az operatőrnek is egy piros pont. Na mindegy, a Vadon nem az a film, amelyben hatalmas dolgok történnek, az érzelmekre hat, és ezt érezni kell ezt a filmet. Ha eltalál, akkor bizony magunk is el fogunk gondolkozni kicsit a saját életünkön. Nyilván, hogyha nem érezzük át ennek a súlyát, vagy nem talál be éppen az adott pillanatban, akkor talán kicsit súlytalan lesz az egész. Nekem végül is elérte az, hogy elgondolkozok néhány dolgon, még ez csupán a moziból való kijövetelig tartott is, de akkor is. Az újrakezdés lehetőségéről szól, a megtisztulásról, arról, hogy nézzünk magunkba, hogy ne ítélkezzünk mások felett, csak is magunk felett, de magunk felett viszont azért kell, hiszen csak így tanulhatunk hibáinkból és léphetünk azokon túl, vagy reménykedhetünk egy jobb életbe. Tehát tulajdonképpen egyfajta belső utazás ez a film, mely során nem csak a film szereplői, de kicsit mi is utazhatunk saját belső világunkba. Szóval én alapvetően ajánlani tudom ezt a filmet, hogy haladjatok végig ezen a kis túrán Witherspoon kisasszonnyal ti is. Nyilván ez az ajánlás azoknak szól, akik nyitottak az ilyen kis önismereti alkotások iránt. De én a magam részéről 82%-ot adnék a filmre. Nektek pedig azt javaslom, hogy útra fel valami jó minőségű bakancsot a lábra, a sapka, kabát és irány a mozi, ha csak nem akartok valami jó kis messzi túrára menni, akkor csak a mozi. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!